Gyönyörű koranyári idő fogadta április utolsó szombatján azokat, akik egy kellemes családi délutánra gyűltek össze az újpesti Levendula Parkban. Sokan persze már ismerősként köszöntek egymásra, hiszen városunk különleges hangulatú parkja, benne a névadó virágokkal, körötte pedig a hatalmas zölddel népszerű találkozópontja lett az itt élőknek. Legyen szó akár az iskolából kiszabadult kamaszokról, idősekről, és persze a kisgyerekes szülőkről. Nagyon jó Levendula Parkban lenni mindig, de a legjobb érzés és legnagyobb öröm, amikor erre gyakran járok a kislányommal, itt aztán mindent körbe járunk, és mindig bejövünk a Levendula Parkba is. Az a jó, hogy amikor virágzik a levendula, a tavaszi, nyári, kora őszi idő van, hogy milyen sokan szeretnek ide járni és élvezni az illatát, a látványát, egy kicsit leülni, esténként is gyakran ideülnek megpihenni. Úgyhogy igazából ez a lényeg ennek a parknak, és ez az, ami nagyon nagy örömet okoz számomra, hogy az újpestiek is szeretik. A másik, ami nagyon fontos, hogy mi Újpesten egy olyan város vagyunk, ahol nagyon törekszünk arra, hogy, és így is van, hogy igazi közösség életet élünk. Tehát keressük azokat az alkalmakat, lehetőségeket, amikor találkozhatunk egymással, mert nagyon sokan ismerjük egymást személyesen, de ilyen a mi városunk, és erre nagyon büszkék vagyunk. Most azonban a hely szépségén kívül más is várta az érkezőket. A gyerekek pedig a már ismerős, de megunhatatlan és népszerű óriás játékoknál és a kézműves asztaloknál bizonyíthatták ügyességüket. A szülők pedig leginkább a türelmüket. Jól érezzük magunkat, szép idő van itt, a gyerekek visítoznak, jót alszanak, reméljük. Nagyon szép kultúrát, gyerekek nagyon élvezik. Ezt akartam kérdezni, a gyerekek mit próbáltak? Hát a marokkó játékot, meg a kvízt kitöltöttük. Szép, nagyon szó, tényleg szépen meg van csinálva, hangulatosan. És a sok-sok játék mellett nem maradhatott el persze a gyerekeknek szóló zene sem, amelyről elsőként az újpesti gyerekprogramok mindig szívesen látott fellépője, a Cimbora együttes, illetve a gyerekek gondoskodtak. A világ rigó lenne, kötényem bennem is férne, kötényem is honnan volna, hogy gyerek is világ rigó. Az együttes vezetőjét nem lepte meg, hogy pillanatok alatt ilyen népes és nyüzsgő csapat vette körül, sőt ezért csinálja, amit csinál. Én remekül érzem magam minden alkalommal, amikor gyerekek közt lehetek, és lelkes szülők között, hiszen a szülők, a felnőttek, a nagymamák, nagypapák, nagynénik, nagybácsik nélkül, akik elhozzák a gyerekeket, nem lehetne családi koncertet se csinálni. Hát a Cimbora a családoké elsősorban. Ugye a felnőttek, az idősebbek emlékezhetnek a főcímzenére, Borgas Béla Cseh Tamás közös szerzeményére, a Cimbora dalra. Hol volt, hol nem volt, úgy indul, mint egy mese. Minden koncert mesés. Nekem nagyon nagy öröm, amikor azt látom, hogy a gyerekek bizony tudnak még örülni a versnek és a játéknak. Tele vagyunk mindenféle ingerrel, csinnadrattával, ilyen hókusz-fókusz, olyan hókusz-fókusz. Egyre több ugye a vizuális inger, és egy-egy ilyen élő koncert alkalmával bizony kiderül, hogy ezek a gyerekek ugyanolyan gyerekek, mint a régi gyerekek, tudnak örülni egymásnak, a játéknak, a versnek és a dalnak, és ez a mi küldetésünk. És a délután másik fellépőjét is jó ismerősként, már-már családtagként üdvözölhették az újpestiek, hiszen Farkas Izsák hegedűművész sem először lépett fel városunkban, sőt, itt sem. Olyan szinten elevenen él bennem a tavalyi fellépés, hogy mintha tegnap jártam volna itt. Emlékszem, hogy az is egy nagyon szép nyári este volt, és az nyáron volt, és ugye most meg még nyár előtt vagyunk, de mégis megvan ugyanaz a hangulat. Kicsit hűvösebb, de mégis kellemes szellő, nagyon szép időnk van, úgyhogy én nagyon izgatottan várom, hiszen a tavalyi is nagyon jól sikerült. És nem kellett csalódnia sem a művésznek, sem a közönségének, hiszen a családi délután már-már estében nyúló koncertje is nagyon rendben volt.